édesapám a stadionban volt rendező, és kisgyerek voltam, ilyen 8-10 év körüli, mindig elvitt magával, és olyan irigykedve néztem a hasonlókorú gyerekeket, hogy milyen közelségben kerülnek ilyen hatalmas futballistákkal szembe, vagy hatalmas futballisták mellett, és olyan csodálatos érzés fogott el, minden vágyam az volt, hogy egyszer én is bekerüljek, és édesapám által sikerült is rábeszélni ott az akkori vezetőt, és hát talán 10 éves lehetem, ekkor láttam először élőben futballt, futballpályát, futballistákat. Dobogott a szívem, remegett a kezem, lábam, hogy nehogy valamit elrontsak, hogy rosszul dobjam oda a labdát az éppen arra jövő játékosnak. Labdaszedőként, igen, igen, igen. 63-ban volt toborzó a DVTK-nál, és az ilyen toborzó jellegű eseményem, édesanyám vitt ki, hát nem feleltem meg a toborzási feltételeknek, pedig édesapám még 52-53-ban itt játszott Diósgyőrbe, és nem feleltem meg. Aztán hál' Istennek, mivel perecesi gyerekkoromat Perecesen éltem le a negyedik soron, ott volt egy barátom, aki a perecesi iskolába járt, egy utcatársam, és megszerveztünk egy osztálymérkőzést a perecesi osztályjal és a én 16-os számú általános iskolámmal egy edzőmérkőzést, és akkor az egész csapatot Turzik Misi bácsi nevezetű intéző, az egész csapatot nyertünk a Perecesen ellen, és az egész csapat leigazolt az Úttörő 2-be, ez volt 63-ba. Utána igen, mert az Úttörő 2 az indult az akkori bajnokságba, úgyhogy akkor már csapatként nem is a nagy stadionba, mert hát ugye oda lenne nagyon, de az összes salakpályán, szívófarti pályától kezdve a Vörös Csillag, a Gödör, onnan kezdődött a esemény. Egy gyerekkoromban annyi, hogy édesanyámmal és a nevelőapámmal elmentünk még olyan mérkőzésre, de maga a mérkőzés nem ugrik be, de ő nagyon jóba volt a Tóth Laci nevezetű kapussal, nevelőapám, és így ezen keresztül, meg akkor jártak még ők a meccsekre, és még alul a régi tribűn alatt ott még büfé volt, és fúvószenekar volt, szóval és tánc volt, ilyesmikre emlékszek csak. Hát a nagy csapatban egész pontosan nem tudok visszaemlékezni, talán 72 vagy 73-ba lehetett, amikor játszottam az első mérkőzést. Arra emlékszem, hogy a Tatabánya ellen, és arra is, hogy nyert a csapat, és ezért indul el az ember a pályán, amikor egész kisgyerek vagy, hogy egyszer játszál majd a nagy csapatban, a nagyok között, aztán később esetleg játszál majd válogatottba, amikor már ez is megvalósult, akkor esetleg megpróbáld magad külföldön. Tehát ez egy ilyen szamár létre, ami elvezet odáig, hogy olyan érzéssel tölt el, amikor állsz és hallgatod a himnuszt, rajtad van a címeres mezés, és arra gondolsz, hogy most 10 millió ember rád szavazott és téged bízott meg ezen a poszton, mert valószínű, hogy te vagy a legjobb, mindent megteszel annak érdekében, hogy siker legyen. Itt olimpiai válogatott meccsek voltak, a nagy válogatott meccsek, azok nem voltak Diósgyőrbe. 3 alkalommal is, azt hiszem Csehszlovákia, Románia, Csehszlovákia, Lengyelország ellen, Debrecenben már nagy válogatottként, tehát A válogatottként, ott azt hiszem Csehszlovákia ellen, Bene Ferencnek, az újpesti Dózsa egyik legendájának volt a búcsú mérkőzése, és olyan megtiszteltetésben volt részem, hogy én rúgtam a 11-est azon a meccsen, és nyertünk 2-1-re egy jó csehszlovák csapat ellen. Hát az első a stadionban, a centerpályán lévő mérkőzésem az 1963 tavasszal, áprilisa körül volt, akkor voltam először csapattag, és az MTK ellen kikaptunk ugyan 1-0-ra, de már 63-ban játszottam 6 mérkőzést az NB1-be. Úgyhogy nagyon emlékezetes volt, hiszen régi perecesi vonalatú védősorhoz tudtam kerülni, a Werner, Szigeti, Paulás, Tibike csapatba tudtam valahogy bekerülni. Pátyolgattak is, megmondom őszintén, támogattak is, sok segítséget kaptam.
és végül is, ha nem is folyamatosan, de már a 67-ben, 68-ban, akkor inkább folyamatosan játszottam azóta az első csapatban. Háromszor voltam válogatott, de nem adnám oda akármilyen nevezetű 30-40-szeres válogatottaknak, akik utánam jöttek, mert ezen a ominózus meccsen, amit Gyuri is említett az előbb, a Bene Ferenctől én vettem át, őt búcsúztották, és én lettem a csapatkapitány, úgyhogy ez végtelenül nagy megtiszteltetés volt annak idején. De ugyanúgy játszottam Debrecenbe, még egy meccset, meg kint Ausztriával játszottunk egy barátságos mérkőzést, ez volt a három válogatottságom. Hármas számmal játszottam, tehát akkor többi elég volt, és utána mentem ki Görögországba, de ez már 80-as évek, addig sok minden történt még. Az olimpiai válogatottban sokan szerepeltünk, tehát itt vigyázni kell, nem keverendő össze a kettő, tehát van egy külön olimpiai válogatott, és van egy külön A válogatott. Amíg az olimpiai válogatottban 8-9 Diós Győri volt, ha jól emlékszem, addig a nagy válogatottban csak a Salamon Józsira emlékszem, meg a Kutasira. Tehát ez a három ember, de lehet, hogy Józsi jobban emlékszik rá, de én erre a háromra emlékszem. Konkrétan például azt hiszem talán NDK ellen nyertünk 3-1-re a Népstadionba, és ott, hogy nem tudom, hogy Józsi játszott, de a Kutasi Laci ő biztos játszott. Szántó is. És talán igen, a Szántó. Most voltunk. Igen, talán a Szántó Gabi is. Még arra is emlékszem, hogy fejeltem egy gólt az NDK-nak a változatosság kedvéért. Nekem a Besiktas 5-0 volt, amikor még a, azt hiszem az első kupa győzelem után ott 2-0-ra kikaptunk, és itt rúgtunk nekik egy ötöst, de ez egy nagyon emlékezetes meccs volt. Idegenben egy sajnálatos meccs is volt benne, például a Hajdúksprit ellen az volt még, ami emlékezetes volt, és a skótok ellen, azaz a Dundee United ellen, az meg kifejezetten élménydús meccs volt. De ugye 1-0-ra meg tudtuk verni őket, és az angolok a csapatnak a nevét nem tudták kimondani, hogy mi az, hogy Diós György, ugye angolul az fényképp nem jött össze, és nyertünk 1-0-ra, ez tényleg emlékezetes volt. A Besiktas, a Hajdúksprit, a Dundee United, a Kaiserslautern, és talán még sorolhatnám is, most hirtelen nem jut több eszembe. Nekem is ez a Besiktas maradt meg, valószínű, hogy azért, mert emlékeztem rá annak idején, amikor ott kikaptunk 2-0-ra, egy nagyon jó kis masszív Besiktastól kikaptunk 2-0-ra, és ők úgy jöttek ide Diós Győrbe, már ott beszélgették is, hogy kirándulni jönnek Diós Győrbe. Aztán amikor a 30. percben már 3-0-ra vezettünk, egy kicsit lefittyent az álluk. Ezután következett az, hogy én régen sokáig jártam Törökországba, üzletelni. Hát itt az üzlete azt értendő, hogy hoztunk farmerokat, cipőket és egyebeket. Ott nagyon barátságos áron volt, és bementem az egyik helyiségre, és látom, hogy a csapatunknak a fényképe ki van a falra téve, és van aláírva valami törökül. És ott mindjárt volt egy segítőnk, mondom, gyere, fordíts már le, hogy mi van ideírva, olyan kíváncsi vagyok rá, és az volt aláírva, hogy ez a csapat szégyenítette meg a Besiktas Isztambult. Az 5-0 az ugye önmagáért beszél. Most kéne megverni 5-0-ra, nem lenne könnyű. A Ferencváros az egy, mindig egy meghatározó volt. Szokták mondani, hogy nem baj, hogyha kiesünk a bajnokságból, csak a Ferencváros nyerjük meg, és 10 éven keresztül én nekem mindig egy ilyen nyilasi nevezetű futballista jutott, akivel ugye harcoltam keményen. Volt olyan, hogy vége volt a mérkőzésnek, és akkor hétfőn kellett mennem a válogatotthoz. Hát bizony a Nyilasi nem is nagyon köszönt nekem. Faragtam rendesen. Nekem még ilyen korai fiatal időmben volt egy mérkőzésünk a Honvéd ellen, amikor még tényleg Szigeti Oszi is játszott meg, tehát ezek a régiekből még maradt ott, és képzeld el, hogy
Sípos Feri akkor játszotta, aki a válogatottnak a stabil tagja volt, tehát ez nagyon régen volt, 67-68 körül, hogy megvertük őket 4-1-re, és a Sipos Feri bácsi akkor hagyta abba a futballt, aki a válogatottnak volt az egyik védője, és 4-1-re megvertük a Honvédot, tehát az nekem nagyon nagy élmény volt akkor abban az időben. És az volt még egy nagyszerű vonulata ennek a csapatnak, hogy abban az időben, amikor 78-ban bronzérmesek voltunk, háromszor kaptunk ki 5-0, és így lettünk bronzérmesek. A Békés Csabán, azt hiszem a Honvédnál, meg talán a Dózsánál. Játszottunk 3 kupadöntőt, hát így leegyszerűsítve, vagy könnyebben lefordítva, és mind a 3 alkalommal gyakorlatilag a Vasas volt a fő ellenség, a fő szempont, tehát őket legyőzni, megverni, és 2-szer sikerült is, egyszer Veszprémbe, egyszer pedig 60-ba, és az utolsó Szegeden volt, amit szintén döntőt játszottunk, és akkor állítólag én már nem emlékszem rá, hogy kihagytam egy nagy helyzetet, és utána a következő pillanatban a Vasas rúgott egy gólt, és ezzel elvitte a kupát az orrunk elől, úgyhogy csak az ezüst, szokták mondani, szépen csillog, ott akkor nekünk annyira nem volt szép. Nagyon jó csapat volt, tele ott is, hát ilyen válogatott futballistákkal, a Váraditól a Komjátig, Váradi, Komjáti, Mészáros, Bubu a kapusuk, akinek rúgtam a gólt, nagyon érdekes volt, nagyon jó barátom volt, válogatottban sokat kártyáztunk együtt, és mondta nekem, hogy hát Gyuri, hát pont nekem, hát mondom, ez milyen hülye kérdés, hát ha te állsz a kapuba, akkor kinek rúgjam másnak? De pont nekem, hát mondom, igen, pont nekem. Nagyon jó barátok voltunk. Úgy egy kicsit sajnáltam is, hogy mondom, milyen a sors, de hát itt a futballban nincs barátság, háború, vasárnap, háborúban nincs vasárnap, szoktuk mondani. A legnagyobb szurkoló tábora a Ferencváros után, azt hiszem, a Diósgyőré, és a legszimpatikusabb, és a legodaadóbb, és a legnagyobb szívvel rendelkező szurkoló tábora van a Diósgyőrnek. Abban az időben fantasztikus volt, és mai napig is azt mondani, hogy egy órakor lefújt a gyár, és 27 ezer ember volt a stadionban, ami csak 10 nem tudom hány ezeres volt, és egy órakor lefújt a gyár, hogy a dolgozók ki tudjanak jönni a mérkőzésre, ahol ez én nem is tudom. A Ferencváros ellen volt szintén a rangadó, a derbi, és bejött az akkori klubigazgató, vagy elnök, nevezzük inkább elnöknek, és nagy ováció közepette adta elő, hogy gyerekek, 27 ezer ember üdvözletét hozom. Mindenki azt várja, hogy megfojtjuk ezt a Ferencvárost, és akkor hajrá, és gyerünk előre, és akkor mindenki. Egyik játékostársunk, nem akarom mondani, mert már nem élt, megkérdezte, vagy felvetette a kérdést, hogy főnök úr, nem lehetett volna mindenkitől kérni egy forintot, és már mindjárt egy kicsit szebben néz neki a győzelem utáni prémium? Hát erre nem adott igenleges választ azóta se. Nem egyszer, nem csak itt a Diósgyőrt említem, mert ez is csodálatos volt az, hogy tényleg 20-25 ezer ember előtt játszottunk, de én játszottam például 80 ezer ember előtt is Tbilisibe. Megmondom őszintén, a szívem dobogott, kifehérettem, kililultam. Kovács Feri bácsi volt az edző, az akkor Videótonnak volt sokáig edzője, és észrevette, hogy el vagyok sápadba, ki vagyok fehéredve. És odajött a pályán, és azt mondta, hogy ne nézzél fel a lelátóra, hanem csak előre, lefele nézzél, és gondolj arra, hogy Diósgyőrbe vagy. És az oroszok ellen játszottunk, és a 8. percben fejeltem egy gólt, és onnan már kész volt. Onnan már nem volt mitől félni. Én szoktam mondani, hogy annál csodálatosabb dolog nincs, hogy azt csinálsz, amit szeretsz, tehát nagyon szeretsz futballozni, szeretsz edzeni, szeretsz gyakorolni, szeretnél jó futballista lenni, és ezért még pénzt is adnak, tehát ez a világ legcsodálatosabb dolga, vagy legcsodálatosabb munkahelye. A
az öltözőben körbe ilyen fapadok voltak, és a fapadra felálltál, kis ablak volt az öltözőbe, onnan ki lehetett látni a kanyarba. Most kinéztél, és amikor a kanyar már tele volt, akkor az azt jelenti, hogy telt ház volt, mert egyértelmű, hogy mindig középről töltődik a stadion, tehát az elején mindenki középen szeretne lenni. És amikor már a kanyarba is tele vannak, az garantált a 20 ezer ember, és akkor egyik játékosunk leugrott erről a padról, és mondta, hogy gyerekek, tele van a kanyar is. Én olyan erőben vagyok, hogy kimegyünk, megfojtom a részkígyót. Akkor a másik mondta, hogy én szétszedem a jegesmedvét, a harmadik mondta, én meg széttépem az oroszlánt. És a végén már olyan stresszben volt a csapat, hogy mindenki egy helybe ugrált, és alig vártuk, mint az oroszlán a ketrecből, hogy kimenjenek, és valójában szaggassuk szét az ellenséget. Voltam abban a stadionban, amikor még nem voltak szektorok, tehát volt a összvér, ami húzta a hengert, meg legelt, meg domb volt még, meg a jegenyefák, és azon csüngtek, meg még akkor a régi tribün volt meg, előtte a korzóval, és meg szóval teljesen más átrendezettségű volt. Azt már most pontosan nem tudom megmondani, hogy 69 vagy 70 vagy 71-ben, mikor elkezdődtek a szektorok épülni, akkor a vasútpályán voltak mérkőzések, arra már megmondom őszintén, nem nagyon emlékszek, de szenzációs volt akkor visszajönni úgy, hogy amikor már szektorok kész voltak, de sajnos erre nem nagyon emlékszem már egy ilyen mérkőzésre se, hogy az mikor lett, vagy hogy lett az az avató, azt hát, ha valaki majd tudja, vagy arra már nem emlékszem. Nem volt a legjobb a fűminősége, azt jó indulattal se lehet mondani, és amikor elmentünk mindig ilyen jobb csapatokhoz, tehát jobb csapat alatt értek egy budapesti Vasast, egy Ferencvárost, vagy a Népstadionba kellett menni, játszani, hát az egy óriási dolog volt, tehát sokkal-sokkal jobb volt a pályánk, sokkal könnyebb játszani. Milyenki egy kicsit füves volt, göröngyös volt, hát olyan, mint az akkori kommunizmusban a citrom, hogy egy kicsit savanyú, kicsit édes, de végül is a miénk. Tehát mi már megszoktuk azt, hogy felpattant a térdedig a labda, úgyhogy hát ez jutott akkoriban, nem foglalkoztak olyan gonddal vagy gondoskodással, mint ahogy most, hogy locsolják, fűtik, és elvezető, vízlevezető csövek vannak a pálya alatt. Akkor egy egyszerű úgy, ahogy kéne, hogy a fűből, azt egy kicsit megnyírták, aztán hagy szóljon. Játszottunk a Dundee United ellen, és ott a pálya szó szerint idésmond golf fű volt. El tudjátok képzelni, hogy ilyen 3,5 centi szabványos nyírt, és amikor eljött ide a Dundee Diósgyőrbe játszani, azt hitték, hogy ez lesz az edzőpálya. Amikor kimentek megnézni, azt mondták, hogy nem az edzőpálya, itt ezen fogtok játszani, és szó szerint hát ilyen liba legelőnek titulálták, úgyhogy nem is nagyon tetszett nekik, de hát teljesen mindegy. A pálya mindenkinek ugyanolyan rossz szokták mondani, tehát most mindegy, hogy mi szeretjük, nem szeretjük, ezen kell játszani, és hát így túl is jutottunk rajtuk, hál' Istennek. Én azt hiszem, hogy a gyár felőli oldalra jobban szeretett a csapat támadni, ha így visszatudok emlékezni, de lehet, hogy Józsi jobban tudja, valami ilyesmi. Neked kellett választani mindig, hogy melyik oldal legyen az első. Én mind a kettőben kihagytam egy-egy 11-es, és utána azt mondtam, hogy soha többet, tehát nem is rúgtam többet, de én szerintem is a gyár felőli kapu volt. Valahogy ezt tudod, benne volt a vonzás körében annak, hogy a két gyár támogatta még annak idején a DVTK-t, szinte teljes mértékben, és lehet, hogy azért ilyen ösztönösen az volt a szimpatikusabb rész. Pozitív élmény az magától adódik, hogy kiment az ember az utcára, megveregették a vállát, örültek, autogramot kértek, kezet fogtak, de aztán volt bizony ennek rossz oldala is, mert szoktuk mondani, hogy ez a mi közönségünk, ez nem ismeri a középutat. Tehát ez vagy temetés, vagy esküvő. Ez a két lehetőség közül lehet választani. És a temetésben rögtön kibontakozott az, hogy egyszer kikaptunk oda az a valakitől, szíttak, mint a bokrot, mindenkit, az egész csapatot, és nem is tudtunk kijönni az öltözőből nagyon sokáig, mert ott várt több ezer ember, hogy esetleg tetlegességre kerüljön sor, és végül is elmentek,
kivonult mindenki. Nekem volt egy piros 1500-as ladám, még Józsi emlékszik rá, ő hozta nekem annak idején Pestről, és bekenték mézzel. Körülbelül 83.400 darázs volt rajta, hiába súroltam, bennmaradt az illata, a beszívódott a karosszériába az illata, még 3-4 nap múlva is 1-2 kóbor darázs ott járkált a kocsim körül, tehát ilyen is volt a mi közönségünk. Az biztos, hogy ami úgy alakult mérkőzés, azért volt ennek a DVTK-n akkor csapata neve, ez egy szóval mindent elmondta, csapat, mert együtt mentünk mindenhova. A asszonyostól, Atokajba, ahogyha akármi rendez volt, akkor mindig együtt voltunk. Tehát mondhatnám azt is, egy jó kis család volt. Tudod, azért a sikerek meghozták ezt az állapotot, amikor kudarc volt, akkor meg mindig egymást biztattuk arra, hogy hogy lehetne ezt helyrehozni. Úgy, hogy jobb volt ide a belvárosba, be sem mertünk jönni, amikor kikaptunk, nem is jöttünk. Inkább elmentünk egy kis boltba, hátulról senki nem látott, ott megittuk a mi kis sörünket, vagy elmentünk oda fent a vasgyárba, a kis cukrászdába, ami ott volt a kórház alatt, akkor utána elmentünk a fürdőbe, ami ott volt a kohászatnál, szóval ott kezdtünk szépen összerázódni, és mindig megbeszélni a mérkőzésnek, hogy miért is sikerült, vagy miért is nem sikerült. Volt olyan magas vezetésű abba a rendszerbe, hogy az lejött Diósgyőrbe, és akkor úgy megemlítettük, hogy milyen jó lenne nekünk, mert akkor mit tudom, fél év, meg egy év, meg ilyeneket kellett várni kocsikért. Hát nekünk 3 hét múlva telefonáltak, hogy lehet menni a kocsiért fel a Pestre, a Merkurba, a Petrolem kikötőbe, és a Sebők Gyula, nem Sebők Gyula, de valamilyen Gyula segített nekünk, úgyhogy soron kívül hoztuk a kocsikat. Én azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy akár a pártitkárig is el tudtunk jutni, sőt volt olyan, hogy ha jól emlékszem, maga a pártitkár jött velünk ezekre a nemzetközi meccsekre, úgyhogy egész komoly beosztású emberekig el lehetett jutni, és ha bármire szükséged volt, vagy kértél valamit, egyértelmű, hogy segített. Pult alóban állt. Az akkori divat volt. Hát meg mást is a pult alól, de megvolt a kapcsolati rendszerünk a különböző élelmiszer egységeknél, sőt még talán a feljebb is a egységek vezetőinél, hogyha valami jön, akkor menjünk be abba a boltba, és ott már szóltak, hogy nekünk az van. Másnak még nincs, de nekünk van. És az tényleg 1 kiló narancs, vagy 2 kiló narancs, vagy valami ilyen maraságok voltak. Az az igazság, hogy akkoriban elég nehéz volt külföldre jutni, tehát egy egyszerű halandó embernek, és általában mindig ezeken a csoportos szervezésű labdarúgó mérkőzésekre, kézilabda és egyéb sportágak részére rendezett külföldi utakra lehetett befizetni. Aztán volt egy másik érdekessége, amit Józsi is mondta, hogy ilyen $50-100 lehetett egy-egy embernél, és akkor én már játszottam a válogatottba, és egy Bálint Laci nevezetű, aki a Ferencvárosban játszott, meg magyar válogatottban is, látom, hogy így állnak nála a $100, és el nem tudtam képzelni, mondom, ezt hogy tudja ilyen bátran kihozni, és akkor leültem vele beszélni, és mesélte, hogy ez úgy működik, hogy miután kint vagy külföldön, mondjuk akár legyen Bécs is, mert azon a legközelebb, oda gyakran jártunk, van egy ilyen nevezetű számla, hogy BC számla. Itt a városban talán nekem volt az első között BC számlám, ez úgy néz ki, hogy kintről a saját nevedre és BC számládra rárakod a pénzt, és onnantól kezdve annyi pénz lehet nálad, amennyi ezen a számlán van. Nagyon érdekes dolog volt, hogy tényleg mindenki fogkrémnek, vagy a fogpasztának a végét kitekerték, oda belecsúsztatták a kis $100-ost visszatekerték. Akkor jártunk, mert ezt kiváljátok, de hozzátartozik az akkori. Volt, aki zsemlébe, kenyérbe sütötte, otthon készült kenyér, cipóba bele a $200-ost, mert nem lehetett. Azt hiszem talán napra volt megállapítva, hogy naponta ilyen $5-6 lehet nálad. Tehát elmentél egy 10 napra, az azt jelenti, hogy $50-60-nál, amiből vettél 2-3 üveg sört, 4 fagylaltot, aztán el is fagyott az a kevéske dollár, és így lehetett ezzel a BC számlával
lehetett hozni, vinni annyi pénzt, amennyiért nálad volt. Nekem más kérdés, hogy még futballoztam addig, de az olyan hétköznapinak tűnik ahhoz képest, hogy mikor abba hagytam 86-ba, igen, Csernobil, és mi akkor repültünk ki az öreg fiúkkal Torontóba. Nekem az volt a legnagyobb élményem Torontóba, 3 hétig öreg fiúkkal kint lenni, az a legnagyobb élményem az volt. Nekem Lengyelországban volt a lengyel-magyar mérkőzésen, rám volt bízva ez a hirtelen Zbigniew Boniek nevű kitűnő futballista, mindenkinek mondani valamit Juventustól kezdve. Rám volt bízva, és egész pontosan már nem emlékszem, a második félidő közepén vagy ő rúgta a gólt, vagy ő adta a gólt. Azt lényeg az, hogy 1-0-ra vezetett Lengyelország. Na mondom, ezt a meccset úgy rám fogják húzni, mint ahogy elő van írva. És a 86. percben sikerült egy gólt rúgnom, így 1-1 volt, meg se említették, hogy most így Boniek, úgy Boniek. Ugyan szaladtam utána annyit, meg nem állt egy perc, egy hihetetlen jó futballista volt. Ja igen, ő volt az első ember Lengyelországban, akinek életébe szobrot állítottak, a biztos emlékeztek, az a világbajnokság volt, ahol a harmadikok voltak világbajnokság után. Úgyhogy maradandó élmény volt egy ilyen ellen futballozni. Ha kikaptunk, már nem, annyira nem voltunk, hogy mondjam, magunk alatt, hogy valakitől kikaptunk, mert tudtuk, hogy mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy ez ne így legyen. És a közönség is, ezt nyilván a Diózsűri kívül közönség kifejezi, de látja, hogy csúszol, mászol, hogy mindent megteszel azért soha nem fog téged bántani. Az biztos volt, hogy itthon kikaptunk, hirtelen, hogy nem is nagyon tudok, mert volt számtalan olyan biztos, de úgy éreztük, hogy mi megpróbáltunk mindent megtenni. Tehát kifejezetten ilyen kellemetlen érzés, nem emlékszem ilyenre. Valójában, hogyha volt is ilyen, mert kellett, hogy legyen, mint általában maga a játékos is bosszankodik, ugye egy-két napig egy elvesztett mérkőzés után, ugyanígy van vele a közönség is. Én például 3 napig az utcára sem mentem ki, lementem, Avasdélen laktam egy négyszintes bérházba, lesétáltam, beültem a kocsiba, elmentem edzeni, anyukámat hívtam állandóan a lakáshoz, hogy menjél hozzá tejet, hozzá kenyeret, hozzá ebédet, tehát ki nem mozdultam sehova, de ez még egyszer hangsúlyozom, 2-3 napig tartotta, hogy bennünk is levezetődött a feszültség, ugyanúgy a szurkolókba is, és szerdán csütörtökön már a következő meccsre koncentrált mindenki. A vereség az mindig rossz, mint ahogy a győzelem jó. Egyszer a Fradi öltözőbe bevitt Nyilasi Tibi, ott játszottunk fent, akkor éppen jóba voltunk, tehát köszönő viszonyban, és bevitt a Fradi öltözőbe, és ahogy belépsz az ajtón, vagy beléptél az ajtón, hatalmas betűkkel ki volt írva, és ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogy egyedül a győzelmet nem kell magyarázni. És ez valami csodálatos gondolat. Tehát ez mindent fölülír, ez önmagáért beszél, tehát hihetetlen, nagyon tetszett nekem is. Ugye elhatároztam, hogy egyszer Diózsőrbe is ki kéne írni, hogy egyedül a győzelmet nem kell magyarázni. Magyarázni mindig a vesztesnek. Én megmondom őszintén, hiányoltam is, meg talán még a mai napig is, mert én elmentem Spanyolországba, ott játszottam szűk másfél évig, ma hazajöttem, gondolkoztam, hogy folytassam enne, de akkor már volt egy saját üzletem a főutcán. Végül is úgy döntöttem, hogy többsebből véreztem, bajok voltak az ízületeimmel, és hazajöttem, és nem folytattam tovább. Aztán úgy mindig vártam, hogy mondom, ezt csak csinálnak valami kis búcsúmeccset, csak itt játszottam 10 éves korom óta, 10-12 éves voltam, amikor először kimentem Diózsőrbe. De hát nem lett belőle semmi. Aztán nagyon régen, lehet, hogy erre Józsi már jobban emlékszik, volt valami, hogy többi játékost ott összehívtak ilyen, de mégsem búcsú meccs volt, hanem inkább ilyen búcsúztató jellegű valami. Hát egész pontosan nem emlékszem rá, de tényleg az, ami például jó, ők jóval előrébb vannak, egy Király Gáborról beszélek, meg a videótonos, nem jut hirtelen eszembe a neve. Tehát ők jóval magasabb szintet képviseltek, akár a válogatottba is, de én mondom, még a mai napig is hiányolom, hogy valami búcsú meccs lett volna, de hát ez már szerintem nem is lesz. Én magamnak szerveztem egyet.
amikor az a jó csapat volt, a Tornyinak a csapata, mi a focikereső mérkőzés volt, igen. Focikereső mérkőzés volt, és ott beszéltem meg, és Tornyi beleegyezett abba, hogy ez a csapatunk, a mi csapatunk játszon az akkori csapattal. Tehát beleegyezett, rendes volt Barna, hogy ezt... Na, az volt egy ilyen saját magam által szervezett búcsú mérkőzés. És így elbúcsúztatta a saját magam. Igen. Ennyi. 26 éves voltam, és már saját üzletem volt. Volt egy feleségem, aki, vagyis nem egy, mert több is volt, esetleg majd később elmondom, aki Budapesten lakott, egy nagyon okos, intelligens nő volt, beszélt 3 nyelven, a Olimpia szállóba dolgozott, az Olimpia szállónak a drugstore boltjába, azt nem tudom, ismerős ez a drugstore, ez a valutás volt régen, úgy hívták, tehát ott valutáért mindent tudtál vásárolni, cigarettától kezdve, stb. Stb. És ő egy nagyon okos asszonyka vagy hölgy volt, és ő mondta, hogy ugye itt a futball az 1-2-re véget fog érni, valamit kell kezdeni, akkor volt egy kis porolt pénz is, és megvettem a főutcán az egyik üzletet, és abból csináltam egy butikot, az volt a neve, hogy Tatárbutik, ez a Városház tér 9 szám alatt volt, és amikor abba hagytam a futballt, az egy támasz volt, onnan tovább léptem a vendéglátóegység felé, és a mai napig is vezetek egy sörözőt a Győri kapuba, Tokaj Klub söröző. Nagyon érdekes volt a városvezetőség részéről, óriási felháborodás volt, hogy mi ez a nyugatűzés, nyugatmajmolás, tudnélik, az volt kérve, hogy buti kue. És benne voltam az újságban is, hogy hogy engedhetik meg, akármilyen fotbalista, hogy ilyen nyugatmajmolást folytasson, és azonnal szedessék le a táblát. Aztán leszedettük, és akkor eltelt egy jó pár év, akkor már kezdtek egy kicsit kitisztulni a felső vezetés körében is a fejek, és akkor hozzájárultak, hogy visszarakjuk azt, hogy butikue, mert rájöttek, hogy tehát még egyszer mondom, egy idegen nyelvet csak úgy lehet leírni, ahogy azt az adott ország használja. Ez egy francia név volt, ezt azért tudom, mert a feleségem, az akkori feleségem mindent tudott, és végül is megmaradt a butikue. Az akkori csapat, az ketté volt osztva, a fele a LKM-be dolgozott, a fele a Digébe dolgozott. Én még akkor úgy kezdtem egész korán, 67-ben végeztem, akkor érettségiztem, hogy én még 67-ben bejártam a Digépnek a szállítási osztályára munkaidő kedvezménnyel reggel 6-ra a villamoson apámmal, és 11-kor elengedtek. Aztán rájöttek, hogy amikor ugye már futballoztam, hogy a főnök mondta, az egyik ottani főnök, hogy inkább ne jöjjek már be, mert állandóan utána nem a munka ment a autószerelés ott a szállításon, hanem hogy mi történt a meccsen. És mondta, hogy inkább ne is jöjjek be, meg csak ha ott is vagyok, én is végül is unatkoztam, azt elkezdtem én is szerelni, de aztán ez elmúlt, ez a része utána ugye, hogy már fizetésért se kellett bemenni, inkább kihozták. Utána meg már kezdett az lenni, hogy a profi változata kezdett lenni. Akkor már szinte a gyárba se jártunk, ott alkalmazottai voltunk a Diógyernek, a fele tudja már, erre nem emlékszem, hogy volt. Valamiért az egyik fele kohászatos volt, én nem tudom, én hál' Istennek a Digébe kerültem, mert nekem apám is, nevelőapám is ott dolgozott. Mit tudom én, a másik Horváth Bandi, azt hiszem a kohászatos. Én is kohászatos. Apám még a műszerészüzemben dolgozott a LKM-be, azt mégse oda tettek, hanem látod a Digébe, hogy ezt az ki, hogy osztotta, én nem. 80-ban elmentem Spanyolországba, tehát ez engem már nem nagyon érintett. Arra emlékszem még, és én is tevéken részese voltam, hogy egyre lejjebb csúszott a csapat, de egészen a gödörig én már nem mentem el, mert 80-ban elmentem Spanyolországba. Tehát én halványan emlékszem csak, meg hallomásból, hogy akkor igen, megbotott a csapat, Józsi, lehet, hogy... Én csak annyit, hogy én 82-ben visszajöttem, 83-ba Görögországba, akkor még egy évet megpróbáltam játszani, de akkor már szakadtam széjjel mindenhol, már csak egy fél szezon tudtam játszani, már állandóan sérült voltam, és abba hagytam. És 84-ben szegény, nagyon aranyos Balog Árpád barátom a Miskolci hőszolgáltánál oda felvett engem Vas Lacihoz, aki korábban játékostársam volt a környezetvédelmi osztályra
és kész. És onnan mentem nyugdíjba 2006-kor, 2006-ba. És jártam ki a meccsekre, és onnan tovább